Köszöntöm a Sopron TV valamennyi kedves nézőjét, önök a Hajrá Sopron 2021-es februári utolsó adását látják. Mai adásunkban beszámolunk a Sopron Basket elmúlt bajnoki mérkőzéséről, ezt követően beszélgetést láthatnak az SC Sopron edzőjével és játékosával, a felkészülési időszakról és a csapat jövőjéről az NB3-ban. Műsorunk végén pedig tudósítunk a SMAFS férfi kosárlabda csapatának mérkőzéséről, illetve a hétvégi U16-os jégkorong bajnokságról is. Jó szórakozást kívánunk! A bajnokság 13. fordulójának a rangadóján a Sopron Basket 85-79-es győzelmet aratott az Uni Győr mélyi út otthonában. Ezzel a sikerével a további eredményektől függetlenül az alapszakasz első helyét is bebiztosította a Gáspár Dávid együttese. Jelen a Brooks és Brianna Kiesel kosárváltásával indult a tabella első két helyezettjének rangadója. Az első negyedben jellemzően a Győr járt előrébb. Alig telt el több mint 3 perc, amikor Dombai Rék a dupláját követően már 9-4-re vezettek Iványi Dalma tanítványai. Gabby Williams és Brian January villanásaival kezdte meg a felzárkózást a Sopron. A negyed hajrájában mindkét oldalról egy-egy remek tripla talált a gyűrűbe. A Sopron 21-17 után Határ Bernadett 4 pontjával egyenlített, majd a játékrész végén Brian January büntetőjével 22-21-re a vezetést is átvette a veretlen lista vezető. A másodiket a forgatókönyve hasonlóan alakult, mint az elsőé. Az első negyedben 8, a másodikban 9 pont volt a legnagyobb hazai előny, 33-24 után jelen a Brooks állt a Sopron Basket élére. Egymaga 9 pontot szerzett, amivel 33-33-nál egyenlített a Sopron. Fej-fej mellett váltott vezetéssel haladtak a csapatok. Jellemzően már a Sopron járt előrébb, Gabby Williams 5 pontot is szerzett a hajrában. Végül 20 perc után 41-44 állt az eredményjelzőn. Gabby Williams a harmadik negyed elején ott folytatta, ahol a félidő végjátékában abbahagyta. Az első támadásból triplát értékesített, majd nem sokkal később közelebbről is betalált. Ezzel már 51-41-re módosult az állás. Először alakult ki 2 számjegyű differencia. A harmadik negyed közepén egyértelműen a lista vezető fölénye rajzolódott ki. Jelen a Brooks büntetői után 60-45-re ment a Sopron. Úgy nézett ki, hogy rangadót eldöntő futást visznek véghez a vendégek. Dubai Debora tripláival vett új lendületet a Győr. Ez idő alatt 62-55-re visszazárkózott a házigazda. A harmadik negyedet Tina Krajsnyik és Véningen Virág egy-egy duplája zárta. Az utolsó 10 percnek 64-57-ről futottak neki a felek. Brian January és Megan Walker tripláival 70-61-re újra ellépett a Sopron. Brianna Kiesel és Török Ági azonban 70-66-ra felhozták a Győrt. Ezzel pedig teljesen nyílt lett az egyre keményebbé váló mérkőzés. A Győr nem csak szorossá tette az eredményt, de Dubai triplája és Török Ági zicsere után 75-74-nél a vezetést is átvette. Az utolsó 2 percre 77-76-os győri előnyről fordultak a felek. Jelen a Brooks triplájával 79-77-re fordított a Sopron. Időkérés után a következő támadásból nem talált be a Győr, Határ Bernadett viszont nem hibázott, amivel 83-79-re módosult az állás. Az utolsó perchez érkezve Török Ági 2 büntetője még visszahozta a Győrt, de Határ Bernadett jó helyzet felismeréssel visszaállította a 4 pontos különbséget. Az utolsó percben már nem engedte ki a kezéből a győzelmet a Sopron, a 85-79-es végeredményt Fegyverneki Zsófia büntetői alakították ki. A Sopron Basket ezzel a győzelemmel bebiztosította alapszakasz elsőségét, a csapat legközelebb március 6-án lép pályára a DVTK otthonában. Hölgyeim és uraim, labdarúgással folytatjuk, mert hogy véget ért a felkészülési időszak az NB3-ban szereplő SC Sopron labdarúgó csapata számára is, és kezdődik a bajnokság második fele. Ennek kapcsán vendégeink a stúdióban az SC Sopron vezetőedzője, Weitner Ádám, illetve egy oszlopos tag, Keresztes Krisztián. Nagy szeretettel köszöntelek titeket itt a stúdióban, és köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönjük szépen.
Azt gondolom, hogy az elmúlt szezonra visszagondolva el lehet mondani, hogy egy, és nem akarom ismételni mindig ugyanaz, de egy döcögős kezdés után egy nagyon nagy lendület és egy szép szereplés, és azt gondolom, hogy egy előkelő hely az NB3-ban. Először is a edző urat kérdezem, hogy ha visszatekintünk, akkor miként értékelnéd az elmúlt őszi szezont? Amikor megkerestek és leültünk szezon közben beszélni az elnök úrral, akkor az volt az elsőleges cél, hogy a csapat biztosan maradjon benne ebbe az osztályba. Azt túlszárnyaltuk, hozzáteszem, mert ez alatt a 15 meccs alatt, amióta én voltam az edző, azóta szinte a formánk alapján szerintem elsők vagyunk. Ez kimondottan jó szereplés volt, jól elkaptuk, felültünk a hullámra, és ez végigvitt minket. Nagyon elégedett vagyok, és szerintem az egész klub, meg mindenki nagyon büszke erre a szereplésre. És Krisztián, hogy látja, milyen volt az ősz? Hát szintén úgy látom, hogy elég nehezen indult, aztán annál jobban folytatódott, hiszen nyertünk 8-at egymás után Zsinórba, és hát egész jól fejeződött be. Ugye 15 meccs alapján, amióta az Ádi jött, elsők vagyunk a tabellán, és hát ugyanígy szeretnénk folytatni is. Egymásra találta a csapat, egymásra találtak a játékosok, ugye? Én úgy érzem, igen. Egy jó közösség alakult ki, ami azt gondolom, hogy az eredményekhez nélkülözhetetlen. Hát amikor először szerintem itt voltam, akkor ezt meg is említettem, hogy az első feladat az, hogy közösséget építsünk. Tehát az értékrend a munkához, a társakhoz való hozzáállása a legfontosabb a csapaton belül, és ez mindig lehet erre támaszkodni, mert egy régi edző mondta, aki elég nagy sikereket ért el még NB1-be, hogy egy jó közösség az 4-5 helyet számít egy bajnokságba. Ezt én megfogadtam, és ez fontos is, hogy ez így a közösségre sok időt szenteljünk, és ezt rendbe tegyük, és ez működik is. Mit érdemes a srácoknak mondani, vagy mivel érdemes őket motiválni? Nyilván itt most kulisszatitkokat nem biztos el tudsz árulni, de egy edző látja, hogy mivel érhet el eredményt a játékosoknál. A pedagógia fontos. Tehát ez most vagy megvan benned, vagy nincs. Tehát lehet az edzői szakmát megtanulni könyvből, meg lehet valakinek nagy játékos pályafutása, de emberekkel tudni kell bánni. Nyilván ez fontos az értékrend, amiről az előbb beszéltem, hogy következetes legyél, a lojalitás fontos, emberekkel tudni kell bánni. Tehát én egy elég nehéz játékos voltam, de az igazság, hogy mindenkinek legyen véleménye, fogadd el a másik véleményét, segíts a másiknak, a csapattársadnak, ez nálunk a főbb szempont a csapaton belül. De ez a játékos pályafutás ugye nagyon jó volt ahhoz, hogy tapasztalatot szerezzél mondjuk az edzői karrierhez. Mindenféleképpen. Vegyük át a felkészülési időszakot, mert hogy itt most már a végén jártok, és készültök ugye a szezon kezdetére, a tavaszi szezon kezdetére, a Lipót ellen jön egy igazi, azt gondolom, hogy kemény mérkőzés. Hogy érzed, Krisztián, milyen volt a téli felkészülés? Hát én úgy érzem, hogy ez volt eddig a pályafutásom során a legjobb felkészülés, amit meg tudtunk csinálni. Igazából, amikor 7-én elkezdtük az egészet, akkor annyira nem éreztem magam jó fizikálisan, és most, amikor itt a vége fele járunk, itt már azért egyre jobban érzem azt, hogy van erőm, mint fizikálisan, mint mentálisan is. Ádám, miből állt a felkészülés? Mire helyeztétek a hangsúlyt? Hát igen, ez egy nagyon jó dolog egyébként, hogy elmondta Krisztián, hogy kezdetben még nem érezte igazán toppon magát erőnlétben például, de hát itt gondolom azért sok-sok elemből áll egy ilyen felkészülési időszak. Persze, most nem vicces akarok lenni, akkor mondhatnám, hogy aki most jelentkezni akar, ha továbbiakban van, amelyikén különleges egységhez az országba, a katonai pályára gondolok, akkor szerintem az megfelelne egy fizikai teszten. Hát nem volt egyszerű, tehát fontos volt elosztani azt, mert szétszakítani mindenkit szét lehet. Tehát az, hogy most a régi szovjet módszer alapján, hogy az a legjobb, aki talpon marad a végén, tehát nem így állítottuk össze, hanem figyelni kell a regenerációra, a pihenésre, itt játékosok hiába fiatalok, de mellette dolgoznak, tehát úgy kellett optimalizálni a terhelést is, hogy ne legyen sérülés. Lekopogom
egy húzódásunk volt, a többi az kontaktsérülés volt, vagy betegség, ami mondjuk elég érzékenyen érintett, mert valaki nagyon jól megcsinálta az első három hetet, és utána beteg lett egy hétig, aki teljesen lemellesztette, és most újra kezdheti majdnem az egészet. De nem volt egyszerű. Januárban a fizikai felkészítés sem volt a hangsúly, vagy decemberben még, amiután elmentek két hétre szünetre, utána egyéni konditermi edzéseket kaptak a játékosok januárban, amikor meg visszatértek, akkor meg a fizikai terelésen volt a hangsúly. Mellette persze labdáztunk is. Most már végén járunk, most már azért könnyebb. Az időjárás mennyire befolyásolta a felkészülést? Ilyenkor azért télen nyilvánvalóan ez is nehezítheti a dolgot. Persze. Befolyásolta, mert voltak olyan napok, amik sajnos kimaradtak, és amikor már futottak 618 ezer kilométert, akkor már nem lehetett futtatni akkor is, mert a pályánk az havas volt, tehát labdázni nem tudtunk, tehát valamilyen szinten befolyásolja, de ezzel együtt kell élni. Nagyon mérges voltam akkor, és nyilván elégedetlen is, mert azért ezek frusztrálóak, hogy eltervezel valamit és nem tudod megoldani, de hát ilyen az időjárás. Hozzáteszem, együtt kell ezzel élni. És ezzel kapcsolatban jut egyébként eszembe, hogy beszéltük, hogy ugye egy labdarúgónak, főleg egy profi sportnak együtt kell élni az időjárással, az erőlétre kell helyezni mondjuk az egyik hangsúlyt egy ilyen felkészülés során, és az egyik edző mondta nekem, most az első osztályban dolgozik, nem akarom nevesíteni, de hogy a mai futballban gladiátorokra van szükség, és én azt gondolom, hogy a tavaszi szezonban is majd megmutatkozik, hogy milyen volt a felkészülés a meccseken, ugye? Igen, de azért tehát gladiátorokra szükség van, de csak ez egy része. Tehát ha csak gladiátorokat látnék a pályán, azt marhára nem élvezném, hozzáteszem, de az nem lehet elvenni, tehát az kell. Tehát kell ahhoz jól focizzák, kell a megfelelő erő. Tehát amikor azért mondtam, és azért hegyeztük ki ezzel a fizikai felkészülésre, mert amikor bementem először az öltözőbe, emlékszem, is tudom, október volt, vagy nem tudom, vagy szeptember, október, bementem, akkor láttam 20 fiatal gyereket, talán 2-3 voltak azok, akik férfinak néztek ki. Tehát, hogy ezen mindenképpen szerettem volna változtatni. Most már tényleg úgy nézünk ki, mint a gladiátorok, de azért szeretném, hogyha fociznánk, és a foci az elsődleges. Tehát ahhoz, hogy jól focizzál, ahhoz nem lehet, tehát ahhoz kell az erő is. Köszönöm szépen, hogy említetted a futball természetesen, mert hogyha a játékszisztémát nézzük, akkor mit várhatnak majd a szurkolók, a nagyon lelkes szurkolók az SC Soprontól? Mi marad meg az őszi játékszisztémából, mi változik? Ha ezt nézzük, akkor mit tudsz elmondani róla? Igazából a hozzáállás, a szemlélet az meg kell, hogy maradjon, mert ezek azok a szempontok, amik szerint játszunk, és a csapataim működnek. Mellette szeretném, hogyha fejlődnénk a foci terén, tehát erre építkezünk. Ezt próbáljuk megvalósítani, hogy játsszuk a focit. Egy-két meccs már jól sikerült itt az Érd ellen, tehát volt, amikor irányítottunk, és jó volt a kommunikatív játékunk. Ezen februárban ez volt a fő szempont, hogy ezeket a futball, ezek szegmenseit fejlesszük. Bízom benne, hogy ez megvalósul. A legfontosabb az, amellett, hogy benn kell tartani a Sopront, vagy benn maradjon ebbe az osztályba, hogy a játékosok fejlődjenek, mert fiatalokról van szó. Tehát az semmiféleképpen se leszek én se önző az eredmény miatt, hogy beállunk a kapu elé 30 méter, és csak az eredmény számít, hanem ezeknek a srácoknak, ezeknek fejlődniük kell tétmeccsen. Fontos az eredmény is, de azt nem lehet elengedni, hogy olyan játékhelyzetekbe próbálják ki magukat, ami élesebb, és a fejlődtség szempontjából ez fontos. Krisztián, hogy érzed? Hogy sikerültek az edzőmeccsek? Hát én úgy érzem, hogy jól sikerültek. Főleg itt az utóbbi, a Mosó-Magyaróvár elleni 1-0-ás győzelem. Előtte meccsek az Illés Akadémia ellen és a Pápa ellen még annyira nem éreztem úgy, hogy jól fejlődtünk volna labdatartásba, és Mosó-Magyaróvár ellen már ezt is éreztem, hogy inkább próbáltuk megtartani a labdát, abból építkezni és befejezni a támadásokat. Tehát pont ugye ezeknek az edzőmérkőzéseknek ez a célja, hogy nem is inkább az eredmény, hanem az, hogy
A csapat miként tud jól együttműködni, tehát hogy az utolsó mérkőzéseken már ezt érezni lehetett, hogy egyben van a csapat, ugye? Igen, igen, ezt érezni lehetett. Hogyha a tavaszi szezont nézzük, akkor te személy szerint mit vársz magadtól, mit vársz a csapattól, hogy tekintesz elé? Hát én magamtól azt várom, hogy ugyanúgy folytassuk, mint ahogy összelabba hagytuk, és az eredmények is meglegyenek. Csapattól pedig azt várom, hogy ugyanolyan mentalitással, ugyanolyan elánnal menjenek be a mérkőzésekbe, mint ahogy tették ezt tavasszal. Te nagyon nagy hangsúlyt fektetsz ugye a labdarúgásra, a pályádra, és azt gondolom, hogy mondta a vezetőedző is, Ádám is, hogy itt ez egy jó lehetőség az SC Sopronnál, hogy fejlődjenek a játékosok, és te vagy egyik olyan játékos, aki kimondottan a futballra akar koncentrálni. Hogy érzed, hogy milyen fejlődési lehetőség van itt a Sopronnál? Hát emberileg sokat lehet még fejlődni mindenképpen, és hát természetesen fociba is. Az Ádám nagyon jól megoldja ezt. Hát igazából... Mi a cél? Tehát, hogyha így előre nézünk, mert egy fiatal játékos vagy, és egy komoly tagja egy NB3-as csapatnak, hogyha a következő időszakot nézzük, akkor mint futballista, mi a cél? Hát személy szerint én szeretnék feljebb lépni minél hamarabb, hiszen szeretnék a legmagasabb szinten játszani, és ezt el is várom magamtól, mert beletettem azért eleget ebbe a sportba, hogy én jó helyen tudjak focizni, jobb helyen. Közösség milyen? Közösség az nagyon jó, nagyon szeretek itt lenni. Már az elejétől kezdve nagyon jól befogadtak, ugye én nyáron érkeztem, segítenek sokszor, ennyi igazából. Igen, ezt azért is kérdeztem, mert többször is elhangzott a műsorunkban, hogy az SC Sopron az egy olyan klub, ahol egy nagyon komoly utánpótlás képzés zajlik, de ugyanakkor ez az NB3-as csapat egy olyan ugródeszkát is jelent a fiataloknak, hogy akik tényleg tehetségesek, kiugró teljesítményt nyújtanak, ők akár feljebb is léphetnek, de van az a csoport is, akik itt játszhatnak, mellette dolgoznak, de tovább is azért nézzük azt, hogy nagyon-nagyon sok focistát, fiatal tehetséget nevel ki a klub, ugye? Vagy így kell elképzelni ezt az SC Sopron családot? Azért valljuk be, Sopron egy nagy város. Itt van az ország északnyugati felén, gazdag város is, szép stadionja van, szeretik a futballt, már sokan jönnek ki még NB3-ba is, kultiválják, hogy itt hazai, vagy helyi játékosok játszanak. Szerintem azért egy kéne NB2-es csapat, tehát itt azért mögé kéne állni, mögé a csapat mögé, hogy elnézve az országot, hogy hol vannak NB2-es csapatok, szerintem Sopron megérdemelni. Szurkolók nagyon lelkesek, így is, hogy az NB3-ban játszik a csapat, de hát ez betudható azoknak az eredményeknek, amiket elért a gárda. Milyen a kapcsolat a szurkolókkal? Hát én nagyon szeretem a szurkolókat, mert nagyon sokat segítenek minden egyes meccsen. Gondolok itt a Komárom meccsre, vagy az Érd meccsre. Nagyon jó érzés volt, amikor halljuk, hogy hajrá Sopron, hajrá Sopron. Imádok itt játszani egyébként. Nem, azért komoly, nem? Az a szurkoló tábor, mondjuk nem tudom, hogy amikor ki lehetett meccsre járni, hogy azért összegyűlnek ott vannak az ultrák, ugye nagyon komoly, elkötelezettek, meg hát ilyen 2-3 ezer ember is kiment, nem tudom, ha jól emlékszem, jó időben. Igen. Elképesztő, ugye? Igen. Tehát, hogy mennyire szeretik, és mennyi, nem is az, hogy a Sopronban mindig szeretik a futballt, ez tény, de én azt gondolom, hogy ez mindenképpen a csapat érdeme, hogy újra futballláz alakult ki itt. Bizony. Bizony, és hát én megmondom őszintén, a játékos lennék, nagyon szeretnék itt focizni. Tehát én szerettem a szenvedélyt, tehát a csapatom is szenvedélyesek, a szurkolók pedig nagyon azok. Tehát mindig hiányoltam ezt, amikor olyan csapatban fociztam, ahol nem volt szurkolás. Tehát ez azért jó. Én most edző vagyok, nyilván függetlenül nem kell magam ettől, meg ki kell zárnom valamilyen szinten, mert jobban elvisz a hív, hogy nem futok folyamatosan, hanem a pálya mellett állok, és csak a fejem főbe, de attól függetlenül biztos nagyon sokat segítenek.
De egyébként az edző tapasztalataira is kíváncsi vagyok, hogy Ádám, az elmúlt hónapokban milyen tapasztalatokkal gazdagodt, te hogy érzed itt magad Sopronban, mert hogy amellett, hogy a csapatot azért felvértezted, feltüzelted, neked azért ez egy új közeg volt. Igen, barátságos segítőkész embereket találtam, és fogadtak is nagyon hamar. Tényleg egy rosszabbam nem lehet. Tehát én nagyon jól érzem magam. Összességében mi a cél tavaszra? A cél? Azokat már elmondtam, a cél. Mit vársz, mit mondják hát most? Hát nem tudom, hogy ilyenkor pozícióban lehet-e beszélni pozícióról? Nem. Tehát nem, az a lényeg, szeretek. Hogy legyen egy összeszokott jó futball. Fejlődjenek a fiatalok, igen, fejlődjenek a fiatalok, maradjon benne a csapat az NB3-ba, tehát a legfontosabb. Tehát, hogy az tovább is az a fontos. Nem változhatunk rajta, nem most azért, mert nem fölösleges, mert tudjuk, hol a helyünk ebbe az osztályba. Tehát azért még kis csapatnak számítunk ebbe az osztályba még így is. Tehát persze szép nagy város, ez a Sopron, sokan laknak, nagy stadionunk van, sokan járnak meccsre, de attól függetlenül még mi kis csapat vagyunk. Saját nevelésű játékosokkal, fiatalokkal, alacsony költségvetése. Tehát a lényeg az ez, hogy maradjunk a földön. Dolgozunk szerényen, alázatosan továbbra is, de hozzuk ki a maximumot meccsről meccsre, ami benne van. Legyen így, én egy nagyon sikeres tavaszi szezont kívánok nektek, és köszönöm szépen, hogy befáradtatok a stúdióba. Mehetner Ádámnak, illetve Keresztes Krisztiánnak. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Köszönjük. Újabb győzelmet aratott a Smavc együttese a férfi NB1B zöld csoportjában. A Gárda hazai pályán fogadta a Pénzügyőr csapatát, akikkel rendkívül szoros mérkőzést játszottak. A végjátékban azonban a házigazdák akarata érvényesült, és így diadalmaskodtak 98-93-ra. Kemény meccs várt a Smavcra a bajnokság 20. fordulójában. A találkozó vártaknak megfelelően alakult, az első negyedben mindössze egy ponttal vezettek a vendégek. A soproniak jól tartották magukat a folytatásban, a második etapban 4 pontos fort is kiharcoltak maguknak. Pozitív előjelekkel várhatták a folytatást. A nagy szünet után azonban a vendégcsapat jött ki jobban, ismét egál közeli eredmény alakult ki. Fej-fej mellett haladtak a csapatok, néhány szép megmozdulás mellett a küzdelem dominált. A záró szakasz a házigazdáknak alakult jobban. A kitűnő egyéni teljesítmények mellett higgadt és pontos játék volt a jellemző az együttesre a negyedik negyed végén, ennek köszönhette sikerét a Smavc. A mérkőzés végül 98-93-ra végződött. Meszlényi Róbert, a soproniak trénere a találkozó végén elmondta, bár a Pénzügyőr volt az esélyesebb, az irányítás a kékfehérek kezében volt. Én azt gondolom, hogy nagyon kiegyensúlyozott volt a mérkőzés sokáig, bár én azt hiszem, hogy mi irányítottunk végig. Nagyon jó egyéni teljesítményeink voltak, voltak nagyon olyan periódusok, amikor teljesen extra produkcióval rukkoltunk elő. Hát az ellenfelünk szívósan mindig visszajött, de hál' Istennek itt a végjátékben én azt gondolom, hogy és a dobó százalék is, ahogy mutatják, egészen extra módon 60 és 69 százalékot dobtuk a harmadik, negyedik negyedet, ami eldöntötte a meccset a javunkra, úgyhogy nagyon örülök, hogy egy ilyen középcsapatot már így viszonylag magabiztosan le tudtunk győzni, hogy itt voltak pozitív jeleink, a nagy csapatok elleni szoros meccseket tudtunk játszani, most ezt be tudtuk váltani győzelemre, és azt gondolom, hogy ez komoly önbizalmat adhat a csapatnak. Volt egy kis félelmem a meccs előtt, ugye 2 hétig nem volt mérkőzésünk, hogy kerülünk vissza a pályára, de én azt gondolom, hogy szinte ugyanabban a ritmusban, abban a tempóban tudtunk játszani formában, mint ahogy abba hagytuk. A Smavc legközelebb a Széchenyi Egyetem Győr csapatával játszik február 23-án. U16-os jégkorong tornának adott otthont a soproni jégsátor. A csoportban mindenki 2 tornát rendezett, ez volt a 6. forduló, amellyel lezárult az alapszakasz. Kemény összecsapások és tisztes helytállás. Ez volt a jellemző a hétvégi U16-os jégkorong bajnokság soproni fordulójára. Az alapszakaszból mindenki tovább jut, a középszakasz és a rájátszás ezután következik. Mondta el Kós Zoltán, a Soproni Jégkorong Egyesület elnöke. Ez a torna is bajnoksági rendszerben zajlik. A nyugati csoportban szerepel 3 csapat, mindig velük mérkőztünk. Az Óbudai Hoki Akadémia, a nyugati Eszkimók és a hazai jégtörők.
mindenki rendezett 2 hazai tornát, és 2-ször el is utaztunk mindkét csapathoz, tehát ez a 6. forduló volt, egyben záró az alapszakaszban. Ezután következik a középszakasz, tehát a rájátszás egy alkalmas torna középszakasz, majd a döntők. A nagymúltú csapatokhoz képest pedig egyre jobban felzárkózik a soproni jégtörők csapata, egyre szűkül a képességbeli különbség. Ebből mindenki tovább jut az alapszakaszból, de itt már számolják az eredményt, és itt jóval jobb csapatokkal játszottunk, tehát valamennyi mérkőzésen alul maradtunk, de a lelkesedés az látszik, és egyébként a különbség is egyre csökkent, tehát nem kizárt, hogy előbb-utóbb azért fölzárkózunk ezekhez a nagyobb múltú csapatokhoz. 2 vereséggel végzett a soproni jégtörők csapata a hétvégén, de már javában készülnek a középszakaszra. Most pedig nézzük a hét sportprogramjait. Szombaton a válogatott szünet után ismét pályára lép a Sopronkáci a férfi kosárlabda élvonalban. Takácsék Kecskemétre látogatnak a hétvégén. Vasárnap megindul az NB3-as férfi labdarúgó bajnokság is. A soproniakat a Lipót fogadja. A női kosárlabda élvonalban pedig a Sopron Basket márciusban folytatja a bajnokságot. Fegyverneiék a DVTK-hoz látogatnak március 6-án. Köszönjük, hogy ezúttal is velünk tartottak, kövessenek minket a Facebookon és az Instagramon is Sopron Média néven. További jó szórakozást kívánunk, minden bele, hajrá Sopron!